Tóbiás József, az MSZP frakció igazgatója vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok tévénézőknek! Ha markánsan akarnék fogalmazni, akkor kapott egy nagy pofont a baloldal Komlón, pont Komlón, azzal, hogy az időközi választáson csak a második helyen végzett jelöltjük Radics Kálmán 238 szavazatot kapott, míg a Lungodrom jelöltje Hegedűs Norbert 442-t. Azt gondolná az ember, hogy Komló az egy baloldali város, ott hogy kaphat ki egy szocialista jelölt, mikor más baloldali nem is indult? Egy győzelmet általában nem kell értelmezni, mert a győzelem önmagár beszél, a vereség annál több ilyen értelmezést, elemzést igényel. Értelemszerűen vasárnap után vagyunk egy nappal. A Magyar Szocialista Párt 2010-hez képest megkétszerezte a szavazóinak a számát. Tehát ez a minden rosszban van valami jó, tehát hogy ez a jelölt, aki ugyan második helyen végzett, kétszer annyit kapott, mint a 2010-ben a korábbi jelölt. Ráadásul nem volt ilyen értemben valódi pártküzdelem, mert a Lungodrom indult, és a Lungodrom, hogy most akkor hová kötődik, értékalapon, hát hova kötődhet, tehát nem a baloldalhoz kötődik. Nem, az rendben van, hogy nem a... Florián által vezérelt De ezt ön tudja. De az emberek nem azt szerint élik az életüket, hogy a Lungodrom az a elnöke, az a Fidesz frakciójában ül, és úgy hívják, hogy Farkas Flórián. Az emberek azt látták, hogy van egy civil szervezet, elindult az MSZP, tisztességgel, becsülettel dolgoztak az aktivisták, és azt kell mondjam, hogy köszönet nekik mindazért, ami történt. Számos tanulsága van már a vasárnapból. Látszik, hogy hogyan működik a Kubatov lista, látszik az, hogy hogyan, miképpen lehet, hogy 350 ajánlószervezet gyűjtöttek a szocialista párt aktivistái, és ehhez képest 231 nány szavazat van. Tehát végig kell gondolni, hogy mi okozta azt a vasárnapon azt a döntést, hogy mégsem megyek el szavazni. Éreztem-e, hogy van-e tétje? Éreztem-e valamiféle, finoman fogalmazok, fenyegetettséget, vagy olyan negatív jelzést, hogy ha én elmegyek és látnak. Nagyon sok dolog van, amit én sem tudok megmondani innen, de ezeket de ott a helyiekkel... Bocsásson meg, hogy közölgök. Ez a fenyegetettség, hogy ha én elmegyek és látnak, hát ha én elmegyek és látnak, azt már csak nem látják, hogy mit húzzok be a fülkébe? Tudja, megint csak ennél az asztalnál igaz, amit most ön mond. De az emberek sajnos annyira kiszolgáltatottak ma Magyarországon, annyira függnek attól, hogy van-e munkahelyük, jó viszonyuk van-e az önkormányzattal, akár csak a rendkívüli segélyek, vagy a közmunka vonatkozásában. Nem tudom megmondani, hogy mi motivál egy embert abban, hogy elmegye vasárnap szavazni, vagy nem megy el szavazni, de egyben biztos vagyok, hogy ez a típusú szorongás, ez a típusú, mondjuk úgy, hogy kiszolgáltatottság, ez hosszú távon nem tesz jót Magyarországnak. Tehát nem tudom megmondani, hogy ez volt-e az ok, ami miatt nem mentek el. Ezt meg kell nézzük, ezt meg kell kérdezzük. Ezért biztos vagyok benne, hogy ezek a helyzetek, ezek a választások arra jók, hogy egy lokális térben, mert ebből semmilyen országos tendencia nincs. Világos. Itt csak egyetlen dolog van, hogy az, amit elmondtak már többször, hogy ajtótól ajtóig kampánnyal fogják az aktivisták megszólítani azokat az embereket, akiket... Na de akkor hol van az ajtótól ajtóig? Akkor rossz az ajtótól ajtóig kampány, ha nem ér el célt. Vitathatatlan, de az önmagában nem cél, hogy ajtótól ajtóig megyünk, hiszen az emberek akkor, amikor személyesen beszélgetnek az aktivistáinkkal, a helyi barátainkkal, akkor könnyebben megnyílnak, csak tudja, amikor más impulzus is érkezik. Tehát nem csak a mi impulzusunk van, hogy bekopogunk és megkérdezzük, hogy hogyan látja a város helyzetét, hogy látja mondjuk az önkormányzatnak a működését. Melyik a másik impulzus, a Fidesz is bekopog? Hát persze, nem csak bekopog, hát rengeteg eszköz van. Azért mondom, nem akarok belemenni, mert rendőrségi fejlentés is van az ügyben, azt is ki kell vizsgálni. Komlón. Persze, ebben a ottani kampányfőnök csak a tegnap esti beszélgetésben elmondta, hogy eléggé fura helyzet alakult ki egy olyan napon, amely általában normális országban ünnepnap, mert választunk. Tehát az egy ünnep. Itt nem ez az élmény volt, vagy nem ez az érzülete volt ennek a vasárnap, sokkal inkább ilyen vérre menő harcnak, és azért ebben azok, akik nem vérteződtek fel a politika minden egyes csinyával, binyával, vagy különbséget tud tenni valóság és vélekedés között, vagy vélelem között, azért ott elég jól tud működni ez a visszatartó erő. Uh-huh. Na most a magyar nemzet, amely ugye nem vádolható baloldalisággal, hát igazából, nem. Azt írta egy cikkében a választás előtt, hogy
Ha az MSZP nem tudja megszakítani idei kudarcsorozatát a Baranya megyei településen, az beláthatatlan folyamatokat indíthat el a pártban. Mik lehetnek ezek a beláthatatlan folyamatok, ha egyáltalán elindulnak-e, vagy az csak a magyar nemzet vágyálmai közé tartozik? Hát igen, az utóbbira szavaznék, ha kellene. Ha ez igaz, akkor mit indíthatott volna el Sopron, Dunaföldvár, Szolnok, hogy a tavalyi évről beszéljek? Ezeket helyén kell kezelni. Felelős politikus nem egy 2000 szavazó vagy választókörzetből álló időközi önkormányzati választásból von le országos következtetéseket. Bizonyára van olyan eleme is, de hogy ebből a kudarc sorozatnak vélt magyar nemzetes mondókából nekem bármit is le kellene mondani, ez önmagában a vicc kategória. Ez úgy van, hogy egyértelmű és világos, hogy akárhogyan nézzük hónapról hónapra, amikor nincsenek időközi választások, a Magyar Szocialista Párt ma a legerősebb ellenzéki párt, ez még önmagában persze nem jelent semmit, nem ez jelenti, hogy akkor már meg is vagyunk, de ez azt jelenti, hogy kihívóként számolnia kell vele 2014 a jelenlegi kormánypártoknak. Ebből pedig azt következik, hogy egy jobboldali napilap azt gondolja, hogy akkor most még előre elkezdi ott nyesegetni. Hát, ha ez okoz majd valami belső zűrt, szeretném mondani, hogy semmilyen zűrt nem okoz. Minden a helyén kell kezelni. Nem ettől jó vagy rossz, akár a párt vezetése, működése, az egy lokális történet. Mindent megtettünk. Kampánytechnikailag azt gondolom, hogy így előre prejudikálva, hogy a helyi csapatok mindent megtettek, ami tőlük telett. Máshol kell keresni a problémát, és ennek meg megvannak a maga fórumai. Hát nézze, van még egy több mint fél évük, hogy megtalálják. Meg fogjuk találni. Megtalálják ezt a meg problémát. Fogjuk találni. Na most a másik dolog, amiért szerettem volna, ha bejön, az a mai parlamenti polémiája volt Fónagy János államtitkárral a gyorsvonati jegyek árával kapcsolatban. Ez nagyon érdekes az egész gyorsvonati pótdíj, mert ugye elindították, bedobták ezt a dolgot, akkor utána mi a felháborodás hatására, ami ezt a szándékot övezte, mintha visszatáncolás történt volna, Kósa Lajos azt mondta, hogy hát ő nem ért egyet ezzel az egész jegyáremeléssel. Kocsis Máté azt mondta, hogy meg kell vizsgálni, és még szerdáig el kell dönteni, hogy ez hogy legyen. Én szentül meg voltam győződve, hogy ezek már a visszavonulás lépései, és mondjuk ma, vagy legkésőbb holnap bejelentik, hogy mégse lesz gyorsvonati pódi. Ehhez képest egy ilyen közbűső megoldás látszik körvonalazódni, de hogy erről is beszéljünk, előbb nézzük meg azt a polémiát, ami ön és Fónagy János között zajlott a parlamentben ma. Az önök kormánya sunyi és alattomos módon újabb politikai kezdeményezésre május 1-én az éjszaka leple alatt az interneten megjelentettek egy közleményt, hogy a gyorsvonatok többségén, sebes vonatokon, Intercity járatokon május 15-től gyakorlatilag 7-11%-os áremelés történik. Minden melléknév és minden jelző nélkül derűs tekintettel 140%-an pofánnyomták az utazóközönséget áremelkedéssel. Ha volna kedves, erről is néhány szót szólni. Államtitkár úr, meglepődtem, mert ön nem így szokott beszélni. De tudja, pofája az állatnak van, arra lehet mondani, és azok az utazók, akik az elmúlt években, évtizedekben, majd ettől a héttől utaznak, azokkal kellene így beszélnie, államtitkár úr. El kellene mennie néhány megállóba, föl kellene szállnia néhány buszra, hogy meghallgassa, hogy bejelentették-e önök, bejelentették-e, elmondták-e neki, hogy a rezsicsökkentés kormánya, a megélhetés költségeinek a csökkentését úgy gondolja, hogy 11%-kal megemeli a költségeiket. Mondják el mindenkinek, annak a nyugdíjasnak, aki szeretné felszállni az Intercity járatra, hogy lehet-e, és azt mondják, hogy lehet, viszessen pótdíjat. Na azoknak mondják el, hogy maguk a megélhetés csökkentésének a kormánya. Szeretném önöknek nagyon őszintén mondani, hogy nem velünk vitatkoznak, nem itt kell hangosnak lenni. Nincs oka az államtitkár úrnak a szóhasználatát kifogásolni, mert az ön interpellációjában, írásban is ilyen szavakat használt. Úgyhogy ha gondolják, rendeljenek nyugodtan egy nagy fröccsöt a kocsmai hangot mellé. Jó, megkapta Kövér Lászlótól rendelt, aztán nagy fröccsöt. Nem terveztem, az igazság, hogy nem hallottam, de bár
Az igazság, hogy nem nagyon szoktam el figyelni, hogy a házelnök mit, milyen kommenteket tesz, mert ugye a részrehajlása szinte törvényszerű. Igen, de azért szerintem érdemes. Viszont így önt még magából ki kell vett, tulajdonképpen ordítani nem is nagyon láttam. Hát ez nem ordítás, ez csak a hangerő, amit túl kell. Ugye van egy nagyon egyszerű helyzet. Ugye egy perce van az embernek. Egy perc alatt azt kell eldöntenem, hogyha a hangzavarra megállok, akkor a házelnök nem fogja továbbvinni nekem az órát. És ez egy trükk a házban, hogy olyan hangzavart csinálni, hogy ne tudja az ember elmondani a mondókáját, ezért kifut az időből, és akkor le kell ülnie. Vagy azt választja, vagy pedig azt, hogy megpróbál túllőni azt, hogy mégiscsak jusson. És van még egy, amin én magam is gondolkoztam, hogy azért tényleg úgy van, hogy van az embereknek szerzett joga, és tényleg én most csak a közösségi közlekedésben, mondjuk a 65 év fölöttieknek, vagy a diákoknak a kedvezményéről beszélünk. De ugyanilyen erővel kell elmondanunk azt, hogy a föld az nem tulajdon. Az, hogy a magánnyugdíjpénztári vagyon az nem tulajdon, az nem az övé volt, és mégis minden szép csendben, trükkösen, tényleg alattomosan, sunyi módon elveszik. És az emberben ilyenkor úgy megmozdul az, hogy mi más dolga van az országgyűlésben, mint hogy ha az elején kultúráltan, szakmailag próbálja az ember elmondani, hogy na de hát hogy történik ez, tisztelt kormány, hogy önök csendben, alattomos módon május 1-én közzé teszik a munka ünnepén, hogy amúgy hogyan nem lesz május 15-től a nyugdíjasnak az a kedvezmény, amely 15 éve megvan. Csak az igazság kedvére az Intercity-re eddig is fizetett pótdíjat a nyugdíjas. Bocsánat, tévedés. De. Helyjegyet fizetett. Ezért hát helyjegy, nem, igen, helyjegyet, bocsánat, az igaz. Helyjegyet azért fizetett, mert hogy ezért helyet kapott. Igen. A pótdíjért semmit nem kap. Így tehát van, magyarán mégiscsak fizettetnek vele 150 igen. forintot 100 kilométeren. Viszont most az a reagálás, hogy a 100 kilométernél rövidebb távokra meg majd csökkentik, jól csökkentik a jegyárak. Hát természetesen ez is egyfajta reakciónek, de... Ez ugye nem vigasztalja azt, aki Miskolcról följön Budapestre ugye, például. Ugye 258 járatot érint ez a történet. 5,5 millió ember utazik, 6,9 millió ember utazik egy évben közösségi közlekedéssel, ez volánbusz és kötött pályás vonat közlekedés. Ennek a 80%-a, tehát 5,5 millió ember érintett ebben az ügyben. Hogyha csak azt, amit most mond az államtitkár úr, hogy majd júniusban majd csökkentik, ezzel egy dolog történt. Elismerte az államtitkár úr, hogy igenis van áremelés, ezért meghátrálnak, és most éppen ebből majd engednek. Ugye mindig az ördög a részletekben van, meg kell nézni, hogy majd mely járatokra lesz elengedve. Nagyon kíváncsi leszek, hogy lesz-e a Budapest-Nyíregyháza, a Budapest-Győr, a Budapest-Szeged, a Budapest-Debrecen vonalon, lesz-e a nagy három megyéket átkötő hosszú járatokon, lesz-e kedvezmény visszaadása. Ha nem, akkor az azt jelenti, hogy a kormány bevezetett egy adót, a nyugdíjasoknak bevezetett egy adót, amelyért nem akar semmilyen ellenszolgáltatást adni. Az meg, már elnézést kérek, csak tényleg a vicc része, hogy azt mondja az államtitkár úr, hogy a kiegészítő jegy, ugye a pótjegy, az, amit én áremelkedésnek apostrofálok, az azt jelenti a magyar értelmező szótár szerint, hogy emelt szintű szolgáltatás van. Ugye ő se gondolja komolyan, hogy ugyanazok a vonatok, ugyanazok a pályák, ugyanazok a mozdonyok emelt szintű szolgáltatást fognak nyújtani bármilyen járaton. Nem. No, akkor végül, mert már csak nagyon minimális időnk maradt, arról a javaslatról, amit ön és két képviselőtársa, Steiner Pál és Lendvai Ildikó is beadott, valamint azokról, amelyeket egyrészt Vona Gábor, másrészt a KDNP-s képviselők adtak be, hogy Magyarországon az iskolák szervezzenek kötelezően kirándulásokat az auschwitzi táborba, a Recski emlékhelyre és a terrorházába, hogy minden általános iskolás gyerek, vagy talán középiskolás egyszer az életében jusson el még az iskolai tanulmányi alatt ezekhez az emlékhelyekhez, és tanulja meg, lássa a saját szemével, hogy hogyan alakult a történelem ezeken a helyeken. És ezt szerették volna elérni kötelezően, és ezt végül is általános vitára alkalmasnak találták ugyan, de éreztetve van, hogy ez nem lesz kötelező, mert erre nincs pénz. Ez tényleg csak pénzkérdés? Hogy erre
Nem kéne minden eddiginél nagyobb pénzt biztosítani? Most, amikor az embereknek a tudata amúgy is össze-vissza van zavarva azzal, hogy hogyan is volt a 20. század magyar történelme. Egy zavaros korszakot élünk ebben a tekintetben, tehát egyetértek önnel, hogy történelmileg nagyon sokan úgy próbálják, hogy a saját maguk értékrendje vagy világa felfogása szerint akarja értelmezni a történelmet. Tehát az, hogy ki ellenmondásos vagy ki hős, azt általában ma egy szűkörű társaság eldöntés utána megírják, és akkor ez lesz belőle. Pedig hát a történelem önmagában létező, és azt megismerni lehet, és ami a legfontosabb, hogy nem befolyásol, hanem megmutat valamit, és majd a diák, amikor felnő, akkor úgyis a helyére kerülnek benne azok az élmények, amelyeket a diák éveiben kapott. Ezért mi azt az álláspontot képviseljük, hogy fontos az, hogy megismerjük a 20. század történelmének minden egyes elemét. Tehát támogatjuk azt is, hogy beszéljünk a terrorháza, a Recskről, beszéljünk Birkenau, Auschwitzról. A lényeg az, hogy, és tényleg profán lesz a dolog, de lehet, hogy nem kell a Kossuth térből ekkorát csinálni. Lehet, hogy nem kell háromszoros áron megcsinálni a Kossuth teret. És lehet, hogy abból a 1-2 milliárdból már megoldható, hogy elindul egy folyamat, mert tényleg pénzkérdés, hát az önkormányzatok nincs erre pénze, az iskoláknak nincs erre pénze. Ezt az államnak kell biztosítani, ha az állam akar és tenni akar azért, hogy a felnövekvő generáció maga eldönthesse 20 évesen, amit tapasztalt a világból, hogy hol az ő helye és szerepe, akkor ehhez ezek a felületek, ezek az eszközök, ezek kellenek. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm.